MAPEI egyedülálló megoldása a Kerapoxi Design. Az epoxi kötőanyagú fugázóanyag már 2 mm-es fugaszélességbe is bedolgozható, minden szélességnél egységes, szép fugaképet ad, és ragasztóként is használható. Ha a MAPEI glitter csillámot kever ehhez a fugázóhoz, akkor a Kerapoxi Design-nal meglepően izgalmas összképet alakíthat ki. Áttetsző üvegmozaikok esetén a ragasztást is a fugával megegyező színű Kerapoxi Design-nal kell megoldani. A Kerapoxi Design és a MAPEI glitter csillám használatával exkluzív, látványos hatást érhet el üvegmozaik, de akár kerámia burkolat esetében is, kiemelve a burkolóanyag szépségét. Milyen előnyei vannak az epoxi fugának a cementbázisú fugával szemben? Az epoxi fugázó egyik legfontosabb előnye a tartósság, amely a színre és a mechanikai tulajdonságokra is igaz. Ebből adódóan foltosodásból, repedésből adódó problémákra nem kell számítani. Tisztíthatósága lényegesen könnyebb, mint a cementes fugázóké, mert nem szívja magába a vizet és a szennyeződéseket. Vegyszerállósága a mindennapos otthoni használatnál is rendkívüli előny, hiszen a napjainkban divatos épített zuhanyozók, mosdópultok és konyhapultok esetén is tartósan bírja az erős vízkioldó és egyéb tisztítószerek romboló hatását. Nagyon fontos tudni, hogy az epoxi fugát nem úgy kell kezelni, mint a cementes fugázót. Mire kell figyelni? Célszerű annyi anyagot bekeverni egyszerre, amit 15-20 percen belül bedolgozunk. A bedolgozási idő körülbelül 40 perc építési körülményektől függően. A két komponens összeöntése után lassú fordulatú géppel kell keverni, majd ezután keverjük hozzá csak a csillámot. Az epoxi fugázás legnehezebb része a bedolgozás, mivel az anyag sűrűbb állagú, így erősebben kell bedolgozni a hézagba. A cél az, hogy a fugahézag teljesen töltött legyen. A fugahézag nem lehet nedves, mert ebben az esetben a behúzásnál kipuposodhat a fugázóanyag, és nem köt alaphoz. Az epoxi fuga nem gyorskötő, ezért nem kell kapkodni a lemosással. A lemosás megkezdése jellemzően pár perccel a behúzást követően kezdődhet. Míg a cementes fugánál a lehető legkevesebb lemosóvízre van szükség, addig az epoxi lemosásához sok víz szükséges. A forró víz elengedhetetlen a sikerhez. Célszerű a munka végén a teljes felületet tiszta forró vízzel még egyszer átmosni, ezzel elkerüljük, hogy megbújjon valahol egy kis fugafátyol.